A Magyar Nyelv Múzeumában két éve zajló Testvérmúzsák című művelődés történeti előadás sorozat célja, hogy ne csak a nyelvészet, az irodalom és a történelem szemszögéből, hanem a korabeli művészetek, tudományok és ezek egymásra hatásának bemutatásával ismertesse meg igazán Kazinczy korát az érdeklődőkkel. A most bemutatott kötet már a második, amelynek alapjául az elhangzott előadások szolgáltak. A könyvben ezek mellett számos tudományos alapossággal megírt tanulmány is szerepel, amelyek azonban érthető, olvasmányos formában tárják az ismereteket az olvasó elé. A Magyar Nyelv Múzeum egy közművelődési intézmény, ilyen módon egy tudományos ismeretterjesztő intézmény. Nem is akartunk egy száraz és szigorúan tudományos, akár idegen szavakkal megtűzdelt anyagot közrebocsátani, hanem ez egy olvasmány, amelyet haszonnal forgathatnak a diákok is, de hát a pedagógusok is. Egyébként pedig ugyanakkor a szakemberek számára is azért nyújt igen sok újdonságot. Például az anyanyelvi múzeológiát illetően, hiszen ez nemzetközi szinten is új részterület. Persze a legfontosabb továbbra is a Kazinczy kultusz ápolása, még az olykor extrémnek tűnő témaválasztások is ezt szolgálják. A kötet egyik legegzotikusabb írása például a börtönszlenggel kapcsolatos, amelyre a szerző, a Sátoralja újhelyi börtön parancsnoka Kazinczy raboskodása kapcsán vezeti rá az olvasót. A Börtön Múzeum és a Magyar Nyelv Múzeum között mindig kerestük a kapcsolódást, és mondjuk Kazinczy volt a legelső pontja ennek, és ennek ezzel értük tetten ezt az egész témát, hogy maga a nyelv is bekerül, mint a börtön szleng, illetve hát a várfogság, ami Kazinczy idejében a szabadság elvonása járó büntetésnek a fő volumene volt, és hát ez kerekedett ki egy ilyen előadással. A második kötet megjelenése is mutatja, hogy a sorozat népszerű. A múzeumi szakemberek szerint azonban azon még dolgozni kell, hogy a pedagógusok elhozzák a diákokat az előadásokra. Hogyha a pedagógusok meglátják benne a fantáziát, hogy lehet, hogy a tanórák leadása kötelező, de manapság a diákok sokkal nyüzsgőbb életet élnek, és sokkal inkább ki kell mozdítani őket a tanteremből, hogy valós tudást szerezzenek hosszú távra, és ez egy számukra idegenebb környezetben, akár itt a Magyar Nyelv Múzeumában megadatik nekük a Testvérmúzsák sorozat segítségével, akkor könnyebben belelátnak olyan szakterületekbe, amikbe egyébként iskolai keretek között nem. A kötet bemutatója után a Testvérmúzsák idei első előadását Szőke Gábor római katolikus plébános tartotta a szeretet nyelvéről, a nyelvi szeretetről. A lelkipásztor azt mutatta meg az érdeklődőknek, milyen felelősséggel jár a beszéd, hiszen a szavakkal ölni és gyógyítani egyaránt lehet. Szőke Gábor szerint a ma emberének meg kell tanulnia elcsendesedni, s ha csak napi néhány percre is, de alkalmat kell találni a befelé fordulásra, az önvizsgálatra, nem utolsó sorban pedig a körülötte lévők lelki rezdüléseire kell figyelni. Ha én figyelek a gyerekemre, mikor, hogy ugye nagyon rapszódikus egy kamasznak a hangulatvilága, ami teljesen normális és teljesen helyén való. De ha a szülő megtanulja is, és nem azt nézi, hogy na, én keresem a kenyeret, azt csinálod, amit én mondok, akkor állandó konfrontálódás. De amikor a szülő megint itt jön be az alázat, amikor alázattal el tudom ismerni, hogy ne haragudj, de a múltkor keményebb voltam, és nem kellett volna. A gyerek ezáltal tanulja meg azt, hogy tudni kell bocsánatot kérni. És hoppá, az apám bocsánatot kér tőlem, akkor én is a húgomtól bocsánatot tudok és kérhetek. A Testvérmúzsák sorozat keretében a következő hónapokban szó lesz többek között a nyelvhasználat erkölcsi felelősségéről, annak lélektani hátteréről, a mesemondás szerepéről, a nyelv és a személyiségfejlődés kapcsolatáról, de lesznek Kazinczy életművével, kultuszával, valamint az anyanyelv pedagógiával és irodalompedagógiai újdonságokkal kapcsolatos előadások is. Thank you.